Heves esőzések söpörtek végig Olaszországon vasárnap. Nyomában áradások keletkeztek. A vihar fákat csavart ki, sok helyen pedig az autók sem tudtak közlekedni. A helyzet nagyon kritikus Friuli-Venecia Giulia régióban, ahol a Cellina folyó megáradt. Négy ember meghalt, amikor földcsuszamlás zúdult egy vállalkozó kertjére, Crotone városában, Calabria régióban. Csatornát szereltek, amikor az átázott föld rájuk omlott. Rómában több kerület is víz alá került, és fák dőltek ki. Ez komoly nehézségeket okozott a közlekedésben is. A Tevere folyó vízszintje nagyon magas. Az előrejelzések szerint továbbra is marad a rossz idő, viharok és erős szél várható.